Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket a mai kezdőkörben. Megszerezte idei második győzelmét a Sviteszki Békés Csabai röplabda SE szombaton, az MTK Budapest vendégeként az Extraliga második fordulójában. Az Extraliga második fordulójában az MTK ideiglenes budaörsi otthonába látogatott a szezon tavasas elleni győzelemmel kezdő csapat. Az előző találkozóhoz képest két helyen változtatott Tóth Gábor vezetőedző. A kisebb húzódással bajlódó Glembocki helyett Bezsonova kezdett, míg center poszton ezúttal Zolyomi Rebeka kapott bizalmat volt csapata ellen. A BRS-e az elején valamivel jobban kezdett ellenfelénél, de csak kis különbséggel vezetett. A két pontos előnyt az MTK hamar kiegyenlítette, majd néhány csabai hiba után már a fővárosiak vezettek. Tóth Gábor időkérését követően Dripa mellé Bezsonova is felzárkózott pontszerzésben, az együttes, ha nem is zökkenőmentesen végül, de megnyerte az első játékrészt 25-22-re. A második szett elején az MTK 8-4-es vezetésénél Tóth Gábor időt kért, ezt követően valamelyest csökkent a differencia. Újabb fordulatot követően megszilárdult a csabai nyitásfogadás, amiből támadásban lehetett építkezni, így 14-nél egyenlő volt az állás. Nem adta olcsón a bőrét Leiszt Máté alakulata, újra átvette a vezetést. A hajrá nagy küzdelmet hozott, melyet nyitásrontások is tarkítottak, végül a BRS-e a harmadik szetlabdával élni tudott, és nem mindennapi izgalma közepette hozta ezt az etapot is, 28-26 a vége. A harmadik játék részben a csabaiak javuló szervái a számos hiba ellenére jelentős különbséget hoztak. A játszma derekán Zolyomi Rebeka jó teljesítménye is eredményezte azt, hogy tovább nyílt az olló. A találkozó végére pedig Márta Dripa tett pontot, 25-13-ra nyert végül ekkora viharsarki együttes. A 3-0-as győzelem azt jelenti, hogy a Sviteszki Békés Csabai röplabda SE két forduló után két győzelemmel áll. Tóth Gábor vezetőedző ettől függetlenül nem volt elégedett a mérkőzést követően, és a három megszerzett pont ellenére kiemelte, hogy sokkal többet vár csapatától a folytatásban. Szoros első félidő után végül magabiztosan nyert a Kisvárda a Békés Csaba otthonában, a női kézilabda NB1 8. fordulójában. Az előző hét péntekén lejátszott meccs otthonául az Evangélikus Gimnázium tornacsarnoka szolgált ezúttal. Most megtekinthetjük a találkozó hosszabb összefoglalóját. A Békés Csabai előrenkása a Kisvárda csapatát fogadja itt az Evangélikus Sportcsarnokban. Hát a körülmények is rendhagyóak, és a helyszín is rendhagyó, hiszen a városi sportcsarnok elhúzódó felújítása miatt ezúttal az Evangélikus Sportcsarnok ad otthont az NB1-es mérkőzésnek, és ez a csabaiak első hazai meccse ebben a szezonban. Ez tehát az első büntetés a mérkőzésen. Milyen jó lenne ezt gyorsan kihasználni. Nézzük, Kukai teszi tovább, Iván Nemese nem ment be, Andróckinak tette tovább, Andróczki pedig megszerzi az első gólt a mérkőzésen, 15 másodperc alatt értékesíti az ember előnyt a Békés Csaba, 1-0 tehát a mérkőzés állása. Segít a csapatának, lehozta a kapusát Bakó Botond, tehát üres kapuval támad, ember hátrányban a Kisvárda, és meg is volt az akció, meg is volt a gól. Dombi Luca értékesítette, 1-1 az állás, 2,5 perc telt el a mérkőzésből. Okay. Ki játssza a szélre a labdát, és egy nagyon pontos lövés a bal alsó sarokba, 2-1. Szabó Panna a gólszerző. Udvardi teszi tovább. A másik oldalon is egy szélső akció, és egy szélső gól. Kiváló ejtés volt. Milosevic a gólszerző. 2-2 tehát.
és üres kapu. Természetesen most Csaba oldalon, Petikának az előkészítés. Pásztor ezt is védte. Nehéz dolga lesz hazaiaknak, hogyha Pásztor ilyen jól véd. Udvardi ezúttal a rövid sarkot választja, ezt is bedobja. Ez a hatodik vendéggól. Gyorsan végigvitte az ellenakciót. 2-0-ra nyeri ezt a másfél percet. Az ember előnyt illeti a Kisvárda, és most Petika ezt most pontosan lőtte. Kellett is ez a találat. 6-4-re zárkózik az a együttes. Akkor azért el lehetne indulni a tabellán. Kukely, és a sánc megkönnyíti Pásztor dolgát. Éppen az ő kezébe pattant a labda, és a gyors akció végén a kapufa, és a kipattanó pedig a vendégeké. Karlik. Szabó. Egy bravúros bejátszás lett volna, de jó volt a védekezés és a labdaszerzés. Agbaba, nézzük, végig tudja vinni. Agbaba végigviszi, és be is dobja. Második találata a beállósnak. 8-7 a 19. percben, megint csak egyetlen egy gól a különbség. Iván. Lövő csel után nagyszerűen csinálta. Ott az egyenlítés a 25. percben. 9-9, Iván Nemese első találatával. Udvardin. Hát egy szabad dobásra jó volt ez a megoldás. Szabó Panda már lefutott, és most lefut még egyszer, mert passzív a játék. Iván Nemese előközbe! Micsoda gólt lő Iván Nemese! 10-10! Ember hátrányos találat. Nézzük, kerül-e valaki előnybe itt az első félidő végén. Karlik teszi tovább. Szabó. Karni kapja vissza, Udvardi, újabb zicser, javít, Udvardi két elrontott lövés után, ezt most bedobja. 5 lövésből 3 gól, 11-10, megint a Kisvárda nyár előrébb. Másodikat be kell lőni, Bucsi, be is dobja! 11-11, 10 másodperc van hátra, nézzük, most ezt jól kell kivédekezni. Egy gyors lövés, és nincs jó védekezés. Nagyon kár, ezért... És Csabaiak ugyan egy óriási félpályás gólt lőnek, de nem fogják megadni a játékvezetők, mert az a középkezdés nem volt szabályos. Nem volt szabályos, úgyhogy 12-11 drámai végjáték után marad az egyetlen egy gólos kisvárdai vezetés. Vida Gergő megpróbálta ugyan, de nem ért el sokat a játékvezetőnél, tehát egy nagyon izgalmas, szoros első félidőt láthattunk. Vendégkapus. Márváté Fidalba a kapuban. És egy egyéni akció, még ember előnyben. És Szabó újra a gólt szerző, és most az első gólt ugye a Csabaiak szerezték a fél idő után, majd aztán hárommal válaszolt a Kisvárda, 15-12, egyel kevesebb lilamezes játékos a pályán. Buti. Szétnyitotta a falat a Kisvárda. Karnik pedig óriási gólt szerzett, első akciógólja. 13-17. A legnagyobb különbség eddig a mérkőzésen. 6-2. Ez a 8 perc a Kisvárdának. Innen nagyon nehéz dolga lesz az a csapatnak, és az lépés hiba pedig ez volt az akció. Giricnek az előkészítés meg lett volna. Nagyon nagy kár ezért is. Ilyen hibák nem nagyon férnek bele. Mert a Kisvárda kegyetlenül kihasználja ezeket. Újra Szabó a gólszerző, 19-13, nehéz helyzetben. Vida Gergő. Érdekes, hogy soha nem játszottak így egy csapatban. Dombi Luca és Dombi Katalin. És most egy poszton a két Dombi lány. Giric szerencsésen pattant hozzá a labda, és ha már oda pattant, akkor belőtte. 17-23. Egy átlövés, megint a jó blokk. Máté Fit azért a védekezés is kisegítés. Egy egész pályás kísérlet és egy egész pályás gól. Kukely. Török valahogy összeszedi, Andrócki,
Bravúros gól. Lesúcki Boglárka. Másik oldalon is a harmadik kapus védett. Mihály visszahúzza a rövidbe, és megint 10 gól a különbség, 30-20. A mérkőzésen most már csak a számszerű végeredmény a kérdés. Az nem kérdés, hogy Kisvárda nyeri a találkozót, de még van egy nagyszerű Agbaba találat. 30-23-ra alakítja ezzel az állást. No, nézzük, lesz-e még egy lövés a vátaiaktól 10 másodpercen belül. Szabónina kidobja még a szélre. Az ejtés, és bent van még ez is. Ez az utolsó találat a mérkőzésen. Ez az utolsó találat a mérkőzésen. 32-24, a kisvárdaiak jogosan ünnepelhettek itt a mérkőzés végén. Az első fél időben nagyon jól játszott a Békés Csaba, nagyon szorosan tartotta az eredményt. De a fél idő után, a szünet után Bakó Botond csapata egy 5-1-es védekezésre állt át, több lett a csabai technikai hiba, és több lett ezáltal a gyors várdai akció, a gyors lerohanás, és így könnyedére növelhette a különbséget a kisvárda, és végül a hajrában már nem volt kérdés a vendégek győzelme. Én is gratulálok a Csabának, mert ez a fiatal csapat azért küzdött, és megnehezítette a dolgunkat. Az első fél időben tompák voltunk, azt gondolom nem játszottunk megfelelő ritmusban. Viszonylag azért érthető is, hiszen nagyon sok játékosunk sérülten, illetve komoly sérüléssel vállalták a játékot. Bótu Frizsnának az óra két helyen még mindig el van törve. Mihály Adrián gyakorlatilag a bal kezét nem tudja használni. Karnik Szabina lába, stb. Tehát éreztük, és az elmúlt heteknek, illetve napoknak a munkája az sajnos csapatszinten nem tudott megfelelő lenni, és idő kellett, hogy egy picit megtaláljuk a ritmusunkat. Fél időben én azt kértem, hogy ami a legfontosabb, hogy egy picit az idézőes kéziféket engedjük el, és bátrabban, merészebben vállaljuk fel az 1-1-2-2 játékokat, illetve védelembe több lábmunka legyen, illetve jobban zárjuk le a szögeket. Azt gondolom, hogy a nyitott védekezés volt talán a kulcsa a mérkőzésnek, azzal tudtuk megfogni talán végérvényesen a második fél időben a csabai fiatalokat. Igazából sebességet váltottak, mi kezdtünk elfogyni, ugye úgy, ahogy Mosonmagyaróváron is gyakorlatilag beszűkültek a lehetőségeink, és gyakorlatilag kinyílt az olló a két csapat között. Díjazandó, hogy nem adtuk föl, küzdöttünk a végéig, ami jellemzi ezt a csapatot, azt gondolom. Azért látszik, hogy nehéz helyzetben vagyunk, ugye játékosság. Nagyon várjuk már, hogy a Tamara Radojev is csatlakozzon hozzánk a csapathoz, és jön egy rutinos játékos, aki azért szint tud vinni a játékunkba, mert az nagyon hiányzik most, főleg ugye a belső posztokon. Úgyhogy várjuk a megérkezését, és akkor bízom benne, sőt biztosan ütőképesek vagyunk. Hát addig meg én azt gondolom, hogy örülnünk kell minden egyes meccsnek, amit le tudunk játszani. A Békés Csaba így 5 lejátszott mérkőzés után még nem szerzett pontot a bajnokságban, jelenleg az utolsó 14. helyen áll. A következő ellenfél az Albafehérvár együttese lesz, az idegenben lejátszandó meccset kedden 18 óra 30 perckor kezdik. Az orosházi fiúk a Csurgó otthonában vendégeskedtek és játszottak egy nagyon jó meccset. Az M4 jó voltából az egész ország láthatta élőben a derbit, mi most a találkozó utolsó 9 percébe kapcsolódunk bele, és követjük az akkori történéseket. Szóval félő volt a Gyurkovics mester csapata, szűk rotáció, Peszkov sérülése, és egyébek miatt azért itt az utolsó 10 percben elkezdett fáradni, de egyelőre még szívják magukat az orosháziak. Sőt! Kínaiból lőnek gólt! Az igen! Kis Alex! És egy labdaszerzés Tóth! Aztán inkább nem indít a vendég együttes. Megbecsülik az időt, megbecsülik a labdát. Viszont amíg a Csurgó cserél, Tóth lő egy gólt. Addig vacakoltak a cserével, és nem figyeltek a Csurgóiak, hogy Tóth Károly ezt kihasználja. Meglövi az 5. gólját, és megint csak egy a különbség. Most a Csurgónak kell időt kérnie.
Igen, itt lesz a Tóth-féle gól. És ez a kínai. Tóth feladja, kis Axel pedig. Szépen befejezi vár. Nem volt egyszerű egyáltalán birtokban venni se azt a passzt. Fontos két perc lehet. Emberelőnyben most el tudja a jó irányba billenteni a meccset a Csurgó Krszmáncsics. Ezt már mintha láttuk volna tőle az imént. De megint megették a vendégvédők. Többet játszik és jóval többet vállal a második félidőben Krszmáncsics, ráadásul ugye balátlövőben az igazi helyén szerepelhet. Tehát nem csoda, hogy most teszi hozzá igazán a magáét. 6 gólos. Tóth. Végigment. Húzták, vonták, de csak belőtte. Hanusz, ő nem lövi be, ez viszont így 7-es. És még 2 perc is természetesen. Egyeztettek a játékvezetők gyorsan, hogy elég lesz a 2 perc, aztán abban maradtak, hogy elég. Szakics is kimegy. Megint az üres kapu miatt a gyors középkezdés, ugyan visszaér a török kapus, de hát nincs igazán pozícióban, nem tud helyezkedni, nem tud felkészülni erre a lövésre. A 7 méteresre Hajdán Márk érkezik. Krszmáncsics felavatja. 26-24. 4-ből 4. 7 méteres gól a szerbtől, egy húzott lövéssel csapta be Majdánt. Leimeter. Hanusz. Leimeter. Belövi. Hanusz nagyon szépen csinálta meg neki a helyet. Jó előkészítéssel. Tóth a másik oldalon, Döme. Gyors közép után gyors válasz. 27-25-re zárkóznak az orosháziak. Jó 2 évvel, 2,5 évvel ezelőtt egy 29-28-as csurgói győzelem született itt Somogyban a két csapat meccsén. Az volt ugye az a szezon, amikor az orosháza végül sereghajtóként búcsúzott az élvonaltól. Leimeter. Ez megvan a kapusnak. Tóth. Bele. Messziről. Tatai ott vissza a csurgói a kapujába, és véd is egyet. A labda viszont az orosházáé. Most már nem játszanak olyan nagyon sokat az idővel támadásban a vendégek, hiszen az eredmény és a hajrá közelette sürgeti őket, időt is kér Ratko Gyurkovics. Második félidőben végigfutott az eredmény után az orosháza, de az is igaz, hogy lerázni magát nem hagyta egy pillanatra sem. Kis nem tud befutni, Lele megkapja, ellövi, Tatai véd, és kicsorog a labda Krszmáncsics kezébe. Hát ennyit ér, hogyha a kezdőkapus pihenni tud, és pihenten visszaáll az utolsó percekre. Hozzáteszem, Pallag sem helyettesítette rosszul, mert ő is fogott néhány labdát. Leimeter. Ez már-már meccslabda a csurgónak. Krszmáncsics kidobja. Hát ha meccslabda volt, nem becsülték meg igazán. Lele. Nekik már sürgős. Két beállóval. Tóth. Annyira azért nem sürgős, hogy ne cseréljenek egyet. Bella jött. Ez most gólkényszer. Az orosháza számára. Tóth kapja meg, csak ijeszget még mindig.
Szabad dobás. Közben telik az értékes ideje az Orosházának. Tóth Károly villanás. És videó következik, mert Borsos, mintha elérte volna Tóth fejét. Töme azonnal ott termet, ha esetleg elégtételt kell venni. Egy perc 14 van még. Felzárkózott 27-26-ra megint egy gólra az Orosháza. Tóth újabb találatával, és ez piros lesz. Borsos a negyedik mérkőzése harmadszor jut a kizárás sorsára. Hát ezzel azért nem javított a csapata esélyeit. Nézzük meg azt az ütést. Igen, itt a lövés után az a bal alkar betalált. Segédedzőként Darko Pavlovicstól hallhatunk, kétszer körbe kell menni a labdának, hiszen az idő sem árt, hogyha múlik egy kicsit. De a legfontosabb, hogy gólt lőjön ebből az akcióból a csurgó. Krszmáncsics. Majd agresszívan, 10-12 méterre felvédekeznek az orosháziak. Leimeter kapja meg. Hanusz. Krszmáncsics. Passzív. Krszmáncsics megy be. Hetes. Belül védekezésért 7 méterest kap a csurgó. Nem érti Aldin Šakić. Itt már belül van, és ott van a keze, ott van a teste. Azt gondolom, helyes ítélet született. Ráadásul, aki a belemenést ki akarná harcolni, ott kis, ő is belül. Jó a döntés. Na de! Krszmáncsics belövie. Ma eddig mindent belőtte. Többet, mint eddig a bajnokságban összesen. Belövi ezt is! És fél perccel a vége előtt ezzel gyakorlatilag biztossá válik a csurgói győzelem. Šakić megy még föl. Tóth teszi kisnek. Tatai! Ezt a kínait már nem engedte a házigazda. Az első félidő végén megszerzett soványka előnyét a második játék részben jóformán 30 percen keresztül őrizgette, mint egy kincset a zsebében a csurgó. És úgy tűnik, hogy ezzel sikerül is megnyerni a mérkőzést. Lerázni egyszer sem hagyta magát az Orosháza. Nagyon keményen küzdött ilyen szűk csapattal, szűk rotációval is. Leimeter lő még egy gólt az utolsó előtti másodpercben. Úgyhogy 29-26-os csurgói győzelem a végeredmény. Egy elég kemény, fordulatos, izgalmas, és a második félidőben azt mondom, hogy kimondottan élvezetes, időként látványos mérkőzésen. A csurgó a hosszú szünet után első pontjait szerzi a bajnokságban. Rangadóval kezdte a 2020-2021-es bajnoki idényt a Békés Csabai Kosárlabda Klub vasárnap. A csabai kosarasok a tavalyi szezon bajnok esélyesének számító Deac otthonában léptek pályára az MB2 első fordulójában. Az együttes vezetőedzőjével, Jancsika Árpáddal és egyik játékosával, Kovács Józseffel még a találkozó előtt beszélgettünk. Nem akármilyen célokkal vágott neki az új idénynek a Békés Csabai KK felnőtt csapata, hiszen a klubvezetés a tavalyi évhez hasonlóan az NB1B piros csoportjába való feljutást célozta meg. A csapat az elmúlt hetekben végzett munka alapján jó előjelekkel várhatta a szezont, hiszen több felkészülési mérkőzésen is bizonyított. Azt mondhatom, hogy jól sikerült a felkészülésünk, ezt az eredmények is tükrözik, magasabb osztályú csapatokkal játszottunk, és sikerült szoros meccset játszanunk, illetve nyernünk is NB1B csapat ellen. Úgy gondolom, hogy jó úton járunk. Ahhoz képest, hogy még vannak új érkezők, azt mondhatom, hogy nagyon-nagyon jól működik az öltözőben is, meg a pályán is a csapat kohézió.
Jadzsika Árpád együttese egy több mint két hónapos felkészülés után kezdte el a bajnoki szezont. Az együttes 7 edzőmérkőzésen is pályára lépett, ráadásul erős ellenfelekkel szemben mérhette fel, hogy hol tart a szezont megelőző munkában. Nagyon jól sikerült a felkészülésünk, augusztus 1-én már el is kezdtük az edzéseket. Az alapozás után 7 darab felkészülési mérkőzést játszottunk. NB1-es csapatokkal is a mögöttem lévő Tiszaújvárost is például sikerült két várra fektetni. A Békéssel is játszottunk két mérkőzést, sőt 3-at, ami nagyon hasznosnak bizonyult, úgyhogy én úgy gondolom, hogy felkészültünk a rajtra. Az elnökséggel arra a következtetésre jutottunk, hogy itt az időszintet lépni, úgyhogy nagyon szeretnénk az első két helyen végezni, és akkor onnan a rájátszásban szeretnénk kiharcolni az NB1-be való feljutást. A csabai csapat az első bajnoki mérkőzésen az egyik legnagyobb rivális, Deac Campus Fesztivál otthonában lépett pályára. Jancsika Árpád gárdája a félidőben még 6 ponttal vezetett, azonban a debreceniek a nagyszünet után fordítottak. A csabaiaknak az egyenlítésre is volt esélyük a hajrában, de végül egy pontos vereséget szenvedtek. Az együttes pénteken már újra bajnoki mérkőzésen szerepel, akkor a szomszédvár Gyula lesz az ellenfél, szintén idegenben. A Magyar Professzionális Erőemelő Liga kupát az erőemelő profiliga versenyét rendezték meg nemzetközi bírákkal. Az 55 kg-os 18 éves Bécsi Barbara fantasztikus teljesítményt nyújtott, nem kevesebbet, mint 141 kg-ot tudott felhúzni. Ezzel a teljesítménnyel 21 kilóval döntötte meg az eddigi korosztályos világrekordot. A tehetséges lányt meglátogattuk az edzőteremben, ahol többek között az edzőjét arról kérdeztük, hogyan fedezte fel a Barbarában rejlő őserőt. Az elején érdekes volt, mert amikor megláttam őt, 80 kilóval rámert menni a 80 kilóval, a terem második évvel álltam, és láttam, hogy egy lány próbálkozik ott 60 kilóval guggolgat, de hát össze-vissza áll a lába, de akkor is rámegy, tehát bátor, és még pakolja a súlyt. Na mondom, ezzel a lányjal beszélni kell. És akkor oda hívtam a pult, azért gyere, beszélgessünk már egy kicsit, hogy gondoltad ezt, hogy csináltál valamit, és akkor valahogy megfertőztem ezzel a dologgal, de úgy látom nem kellett sokat fertőzni rajta, mert már eleve fertőzötten jött ide. De aztán megismertettem a versenyzéssel, hogy másfél hónapig foglalkoztam vele. Igazán erőszint nem volt, elvittem egy versenyre, na ott is eldőlt a pályafutása, úgyhogy az annyira beleszeretett. Hát mondom azt, hogy annyira rutintalan volt, hogy én rám nézett a bíró helyett, tehát amikor felhúzta a súlyt, tehát voltak ilyen dolgok, de alapból nagyon erős volt. Tehát meg az a fajta lelkület, ami benne van, tehát az akarom csinálni, és ha nem megy, akkor képes vagyok toporzékolni is, hogy nem megy, tehát meg csak azért is megmondom. Voltak holtpontjai, voltak, sokat veszekszek vele, amikor, de ez most miért nem megy, menni fog, ne izgulj. Tehát a türelmetlenség, a fiatalság, hát az még ott van, de nem baj, ez viszi előre. Mivel hogy a világbajnokság elmaradt, lefújták, ezért nem tudtunk kimenni, de a szövetség, a GPC világszövetség engedélyezte azt, hogy világcsúcsot a profiliga bajnokságán, országos bajnokságán megdöntheti, tehát lehet világcsúcsokat dönteni. És hát akkor rá is mentünk erre a lehetőségre. Na most ezért eléggé húzós volt, mint majd látszik majd a videón esetleg, vagy valami, hogy nem voltunk benne biztosak, de azért, na, menjünk rá. Hát sikerült. Tehát a 141 kilót bekértük. Megmondom őszintén, a 120 kilóval nem voltam biztos. Mondom, kezdjük 120 kilóval, legyen nyugi, minden. Azt nem tudtam, hogy már magyar csúcs lesz, de rögtön az első felhúzása ez lett. Most megvan neki az ifi, de ahhoz, hogy elérje ezt a felnőtt, mert akkor majdnem két kategóriát, nem csak a junior, hanem az open, a felnőtt kategóriába, gyakorlatilag a felnőtt kategória 40 évesig terjed, és most abba a kategóriába bekerülni, és csak egy elit show, amikor kifejezetten csak arra az elit, és mindenki arra kíváncsi, ebbe a 20-30 ember, aki ebbe van, tehát akkor indulhat el, tehát akkor csak abba indul el.
amiért én nagyon szeretem, az maga a küzdés. Tehát ez nekem sohasem csak a súlyokról szól, hanem hogy minden egyes edzésen, meg főleg ugye a versenyeken, de hogy konkrétan az edzéseken is mindig jobb lehetek a korábbi önmagamnál, és a versenyen sem az motivált inkább, hogy legyőzzem az ellenfeleimet, hanem hogy saját magamnál jobb legyek, és hogy mindig egy jobb Barbie legyen ott. És hát így hétről hétre úgymond megküzdök magammal. Ugye én összetettben indultam, ami azt jelenti, hogy a három gyakorlat összetett eredménye számít, a guggolás, fekvanyomás és felhúzás, és mellette még indultam külön a felhúzásban. Felhúzásban azzal kezdem, mert az a kedvenc. Ott 141 kiló sikerült, igazából az volt a cél, annak nagyon is örültem, ami igazából szerintem, tehát annak örült mindenki a legjobban, mert az nagyon felhozta az összetett eredményemet is. Ezzel ugye megdöntöttem a magyar csúcsot, meg a világ csúcsot is a súlycsoportomban, és még mellette ugye mínusz 56 kilóba indultam, 55 kilóval mérlegeltem. A guggolásból 90 kiló sikerült, sajnos a harmadik gyakorlatom az nem lett érvényes, ott kicsit fejben el is dőlt a dolog, tehát mindig fejbe dől. Fekvanyomásból is 45 kiló volt, ami sikerült. Hát a fekvanyomáson még van mit fejleszteni, de hát még van is előttem egy jó pár. Szóval hát igen. És összetettből is sikerült megdöntenem a világcsúcsot. És mellett, ami még nekem nagyon jó volt, hogy a felhúzásommal az ifjúsági elit kategóriába bekerültem. Hát ugye a következő cél most a 165 kiló, amivel a felnőtt elitbe is bekerülhetnék. És ugye ezekkel megvolt az első abszolút győzelmem is az if junior kategóriában, az összetettből. Ennyi fért bele a mai sportmagazinunkba, köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!